Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszerettel társalgás adás sorozatunkban. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel Gulánya Ágnest köszöntöm a stúdióba. Szintén én is köszöntök mindenkit szeretettel, köszönöm. Ágnesnek belekezdtünk egy olyan beszélgetés sorozatba, ahol egy kicsit igazából őt, magát is megvizsgáljuk, ami nagyon tanulságos lehet nem csak neked, hanem bárkinek, aki hasonló utakat jár be, vagy egyáltalán nem mer nyitni olyan utak és irányok felé, amikor a saját életében visszamenőlegesen megnézi azokat a pontokat, amik igazán áttörő, igazán átalakító erejűek voltak, és Ági úgy fogalmazza ezt meg egyébként a könyveiben, hogy azokban az eseményekben, ahol meghalt egy adott tudatszinten, és valamikor még nem is született meg az új, tehát nem is volt semmilyen kapaszkodó, de van olyan is, amikor egy teljes újjászületést élt nehéz, meg. Nehéz, hosszú vajudás után. És Ági folyamatosan egyébként úgy érzi, hogy most is mindig ő szülés közben van tulajdonképpen egy születésben. Ez a tény, ha belegondolunk, akkor folyamatosan, akár mind, oké, hogy egyik napról a másikra, bum, annyit nem változunk, de mindig változunk, aki hagyja természetesen, minden nap meg kéne önmagunkat haladni, vagyis a tudatszintünk egy picivel mindig tágul. Igen. Jó esetben, jó irányban. Szerencsésebb esetben, igen. Igen. És Ági, az előző beszélgetésben ott fejeztük be, hogy egy kicsit így kielemeztük, hogy ő igazából ír elméből, vagy azon is túlról, intuícióból, különböző segítségek, megnyílt egészen új és különleges dimenziókból merítkezve könyveket, utána ezek a könyvek már mint egy forgatókönyvé válnak az ő életébe, és elkezdenek megvalósulni, és amikor ezt megvalósítja, akkor születik közben már egy következő könyv, tehát egy nagyon izgalmas, mint az Akasa Krónika jut az eszembe, hogy tulajdonképpen így születik az Akasa Krónika, ami egyébként nem is veszik el soha többé utána a rendszerből. És ott tartottunk az előző beszélgetésben, hogy Ági kapott egy ihletést, az Aranyasszony című könyvébe megírta, Aranyasszony hogy útja. Aranyasszony útja, hogy bizony elmegy Peruba, Évához hasonló módon, és akkor meg is hozta a teremtő az ehhez szükséges lehetőségeket, meghozta az anyagiakat, meghozta a repülőjegyet, és akkor Ági megérkezik, Ágnes megérkezik Peruba. Igen, azt úgy említettem, nem hangsúlyozva, hogy akkoriban egy semmiféle magasztos terv, szándék, tehát ez a tudatosságtól nagyon távol volt, pláne a mai tudatosságomtól, és akkor mondtam is, hogy igazából azért éreztem úgy, hogy hát senki nem szeret ugye megnyílni és védtelenné válni, kitárulkozni. Nekem is nehéz volt ez a beszélgetés, de tudtam, hogy meg kell csinálni, mint ahogy meg kellett írnom az álmaim valóságát, mert amit elmondtam az előző részben, nem is a tartalmi részét kell nézni, hanem azt akartam megmutatni, hogy mi az a mögöttes, sokáig, akár évtizedekig felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, irracionális erő, amit ha hagyunk működni, akkor egy egészen másféle életté válik. Tehát én erre szeretnék mindenkit biztatni, hogy ne a világ által bekorlátozott helyi értékeket és mókus kereket tartsa életnek, hanem bármit azon kívül, amit ő hozott, amit érez magába, és bármilyen irracionális legyen. Tehát ugye ez volt az első része a beszélgetésnek, és hogy nem egy magasztos, tehát én még akkor nagyon buta voltam, se őstörténelmet, Móricról tudtam, amit tudtam, nálam sokan sokkal többet tudtak, tehát utolsó voltam a sorba ebben is. Én egész egyszerűen azért mentem ki, mert a nem tudom miért, mert az Éva főhősnőm is kiment,
Másrészt mindenki azt mondta, hogy te nem tudsz teremteni, harmadrészt kaptam muníciót, és negyedrészt, mivel akkor egy még 40 akárhány éves nő voltam, úgy éreztem, hogy hátán nem húzom le magam teljesen. Egy jóképű perui illetőt adott, ugye hát én mondtam, hogy már szakmai kapcsolatok, már kutatók, kontaktok jöttek, mentek, aki kutat ebbe a dologba, és hát így internetes kapcsolatok, ez adta ennek az elérhetőségét, ez annak, stb. Összekapcsolódtam egy férfival, aki mondta, hogy Mauriciános, Ecuador, és akkor mondta a katonai koordinátákat, nekem ekkorára nyílt a szemem, hogy minimum az Isten lába, tehát ilyen nincs. Egy helyes pasi bemondja a tájhozbarlang koordinátáit, ő ott volt 70 valamikor, mondom, ez most vicc, vagy mi? Hát most nem akarom itt, tehát tényleg azt gondolom, hogy akit érdekel, az olvass el a könyvet, ott leírom, hogy hát azért itt működtek más erők is a háttérben, amit naivágik a két gyönyörű gyerekkel itt ürömről, az ő kis világából sokáig nem vett figyelembe, amikor ugye egy amerikai biztonsági tiszt keresett meg engem, hogy jaj, megadta XY az elérhetőségedet, hallom, hogy a Móricz dolog után kutatsz, megírtál róla, gyerek is, a többi, én voltam az elsőből háborúban, nem tudom én hol, Irakba, utána Kolumbiába, most meg a perui hadsereg kiképző tisztje, tehát voltak ilyenek, gyere, viszlek mindenhova, de hát ezt leírom ott részletesebben, hogy azért róla hamar kiderült, hogy nem százas a férfi, na hát, mint kiderült a többi se, tehát aki utána, aki felhívott, tehát amikor őt mondtam, hogy nem, 3 hétre rá megtalált ez a perui illető, aztán később tudtam meg, hogy hát ez az amerikai kiképzőt tiszt, tehát hogy ennek az illetőnek, ugye az Edwardnak nevezem a könyvben, és akihez kimentem, akivel leveleztem, aki tudta a tájhoz koordinátorokat, hát ő egy kettős ügynök volt, vagy fogalmam sincs, tán a mai napig se, hogy, de hát a perui hadsereg küldte ki a 70-es évekbe, tehát nyilvánvaló. Igen. Tehát még nem tudtam, hogy ki ez, akkor csak azt láttam, hogy ezt nem hiszem el, azonnal menni kell, és akkor jött az Ildi barátnőm, az és akkor kérdés nem volt, hogy én októberben ott leszállok. Nem is, az a második utam, az szeptemberben mentem ki, mert október, november, december, bocsánat, 3 hónapot voltam kint akkor, október elején, lényegtelen 2007-ben. Észak-Peruba, ahol fogalmam se volt végül is, hogy ott lesz ez a férfi. Tehát én oda tényleg úgy indultam el, hogy már hallottatok biztos ilyet, hogy aztán mindent mondanak az interneten, tehát hogy én, tehát a barátnőim, drága Anna Maria, akit felhoztál, aki ugye a leveleket írta ebbe a könyvbe, és óvott, hogy ágonyámnak hív, hogy te normális vagy? És mondtam, hogy nem, de te ezt tudod. És a barátnőm vagy, persze, hogy nem vagyok normális. Azt mondta, még hajfestéket se lehet venni, és ki, mi van, hogyha ez egy pszichopata gyilkos? Hát rászólt, mondjuk. Na de hát én mondtam, hogy ki, hogyha nem én? Hát mondom, hülyeskedtek, isteni jelek sorozata, hát itt van, nekem menni kell. Hát ez is megér, ugye, majd megérne sok mindent, meg hát foglalkozom is ezzel, akár a kékvérkönyvekben is a jelolvasásokkal, tehát a nyomokat lehet jobbra-balra olvasni, és az se úgy van, ahogy az olcsó ezotan folyamokon tanítják, hogy feltétlenül az Isten lögdös, vagy állít meg bizonyos jelekre, tehát nincs olyan, hogy minden jelet követni kell, van, amikor húzó, van, amikor megállító, tehát az emberi bölcsességnek ott kell lenni. Na, tehát teljesen jó volt. Tehát ennek így tényleg így kellett lenni, az ember a gyomrában kell, hogy érezze, hogy ez milyen jel. Valóban jel volt, de nem arra, amire én gondoltam. Nem a férfi, mert én azt mondtam, hogy ő, nem ő volt, ő egy eszköz volt. Tehát a jelolvasás jó volt, de nem rá vonatkozott erre a férfira. Hát ugye, ahogy utólag kiderült, és aztán én nem csak 3 hónapot, hanem következő évben 1 évet is kint voltam Peruban,
És hát nagyon lassan, és ezt nem is akarom így részletezni, amit leírok a könyvbe, hogy milyen nehezen jöttem, vagy jöttünk rá, hogy miért pont ő. Vagy miért kellett az én saját életembe kimenni, megismerni ezeket az ősi dolgokat, hiszen mielőtt még kimentem, ez is benne van, hogy az ismeretlenből egy rendőrnővel hozott össze a sors, aki ilyen elveszett embereket, gyerekeket talált meg. Ővele találkoztunk, tehát akkor először, az utam előtt 2 héttel itt feljött egy pesti kávézóba, és ő mondta, hogy ő neki mondta, tehát ő ilyen mediális képességekkel rendelkezett elég erősen, és ő mondta, hogy valamiért szóltak neki, hogy én nagyon zárvány vagyok sok tekintetben, tehát még mindig hárítok, de hogy fogadjam el, hogy én vagyok az, aki hihetetlen őstörténel, tehát hihetetlen ősi dolgokatra fog bukkani, illetve megérteni, nem is a bukkanás, nem régészetileg így materiális, hanem rájönni, ráérezni, megtalálni, most, hogy ez materiális szinten úgy is volt, vagy metafizikában, vagy magasabb szinten, teljesen mindegy, és csak hogy így érzékeltessem az akkori Ágit még mindig, aki ilyen keményen szarkasztikus volt, így emlékszem, hogy ültem a kávézóban, mondja nekem ez a hölgy, Kati, hogy... és akkor így mondtam, hogy miért pont múlt? Engem az nem érdekel. Nem lehetne, hogy a jövőt mondják el? Na hát, ilyen volt a tudatszintem. Még úgy 2 héttel a Peruba indulásom előtt, és ő mondta el, hogy ez a férfi, aki kint lesz, ez gyakorlatilag az Isten és az ördög, most teljesen mindegy, így dióhéjba a gyilkos és a segítő, tehát hogy ez egy nem normális, démoni erejű valaki, ő ennyit lát, nem fog tudni nekem ártani, de hogy ő kell ahhoz, hogy én megtaláljam ezeket a dolgokat. Ma már tudom, hogy nem fizikailag úgy is elvitte egy-két helyre, hanem ő volt az, pontosan azáltal, ugye, hogy 2-szer meg akart ölni. Az a dimenzió átlépés, amire nekem szükségem volt, hogy kinyíljak, hát aki önmagától zárvány akar maradni, de mégis van egy vállalt, hozott feladata, valami rést kellett ütni, tehát ez nem egy recept, hogy mindenkit a gyilkolás szélére kell a sorsnak juttatni, Ágit igen, valamiért, engem igen. Ez a zárványt, ezt hívjuk egónak egyébként? Ezt a zárványt, hát most vagy ezt ez messzire vinni. Dolog? Ez lehet, hogy csak az én még mindig a rossz humorom folytán fogalmazok ilyen szavakkal, ami lehet, hogy nem mindenkinek ugyanezt jelenti. Zárvány, ez valahol ez a én tudom, hogy. Tehát amikor ilyen már pedig nincsen, én aztán nem vagyok ezó, tehát soroljam, tehát ezek a általunk, mit tudom én, honnan kialakított hülyeségdob mérföldkövek, amire még ráadásul nagyon sokszor büszkék is vagyunk nagyon sokáig, és mi tudjuk a tudit. Na hát én ilyen voltam, tehát nekem ez egy alaphozott vonásom volt, nem akárhonnan kellett újjászületnem. Nekem tényleg erre a démonikus, az MK Ultra elmeprogramozással katonai szférában tönkretett valakire volt szükségem, hogy ez az áttörés megtörténjen nálam, ez a tudati áttörés, ez a dimenzió, ahol szó szerint egy élethalál pillanatába, amikor átéltem, hogy most ez rajtam fog múlni, hogy meg tud ölni, vagy nem tud megölni. Tehát ezt ilyen nem tudok más embert elképzelni, aki ezt belőlem úgy látszik, kihozta volna. Tehát az erőm nagy, de nagy volt abban is, amivel bezártam magam. Tehát kinek mekkora erő kell a kibillentésre? Hát nekem ez lehet egy szégyenfolt, hogy ekkor, tehát már a sors tényleg már egy démonikus gyilkost kellett, hogy eszközül használjon arra, hogy Ági. De ez így volt.
És én neki, ezért, én ezt el is mondtam utólag, mikor már ő is gyógyult egy kicsit, hogy én végtelenül hálás vagyok ezért. Mert én neki köszönhetem abban a pillanatban mindent, amit megéltem. Tehát én ezért tudom tényleg saját tapasztalatból azt mondani, hogy nagyon óvatosan az ilyen tanfolyamokon szerzett logikai rendszerezéssel, hogy ez jó, ez rossz, ez bánt, ez nem bánt, nagyon-nagyon óvatosan. Mert ez még nagyon a duálisba való beragadtság, aki tényleg korlátolt és nem lát túl, amikor már egy egész más világ és energiavilág törvényszerűségei mozognak, mert nekem a legnagyobb áldás volt ez az egész emberileg horrorisztikus megélés. Megéltél itt egy átváltozást, egy átalakulást, aztán nem kis nehézségek árán azért megérkeztél egy barlangba. 7 napra rá, hogy leszálltam, és ez a jó ember tényleg ott volt a csiklájói repülőtéren, és tényleg, tehát mondtam, hogy én itt vagyok, és itt van ez az ember. Na, rá 7 napra, igen, nem akármilyen 7 nap volt az a Peruba, tehát az 1 hét alatt, tehát ahogy leírom, tehát tényleg a beavatások tömkelege történt velem, és úgy éreztem, hogy én lehet, hogy itt éltem, csak nem emlékszem rá, tehát hihetetlen sodró volt és intenzív. Lényeg az, hogy 1 hétre rá valóban ezt nem tudtam, és ő abszolút nem direkt akaratból, hogy na, az Ági barlangba akar menni, elvezetett neki, ez abszolút nem volt fontos, de így alakult, hogy vissza kellett vinni az egyik önkormányzatnak az Isten háta mögé egy projektet, egy felvételt, őt ugye ilyen turisztikai, az Ismeretlen Peru címmel ilyen turisztikai műsorokat csinált önkormányzatok megbízásából, hiszen ő a Fujimori kormány alatt egy nagyon ismert valaki volt, tehát ilyen minisztériumi pozícióban, és a kapcsolatok megmaradtak, miután ugye Fujimorit, hát míg én kinnéltem, az alatt pont letartóztatták börtönbe, hát ez is egy durva sztori, de mindegy, leírtam, hát őt menesztették, őrüljön, hogy nem lőtték főbe, mert sokakat a Fujimori holdudvarból kivégeztek utána. De hát megmaradtak a kapcsolatok, parlamentbe, önkormányzatokba, és így azért volt munkája, és ezt a turisztikai valamit csinálta, és na, ezért is kellett ő, hiszen így én olyan emberekhez jutottam el, és olyan helyekre jutottam el, és olyan emberek vittek le a barlangba, akiről mindent lehet mondani, csak nem azt, hogy spiri muncika, mert a polgármester, az összes lepje, aki a limai parlamentben lévő iratokat mutatta nekem, amiből volt kópiája szépbe, hogy ez a barlangrendszer ember által készített. Ez a polgármester mondott nekem olyan történeteket, hogy amikor lementek 3-an, akkor ők nem is tudtak róla, hogy 3 napig vannak lent, de csak, tehát én ott álltam, és olyan emberektől hallottam, és olyanok vittek le ebbe az emberkéz által készített labirintusba. Na, tehát itt egy nagyon komoly projektterv volt, ezt így utólag látom, hogy mindez megvalósuljon, és ami nagyon sokszintű van az Ági élete, az Ágiban minek kell átégnie, ahhoz, hogy az Ági bizonyos dolgokat meg tudjon érteni, meg haza tudja hozni, más tudatszintek tudjanak vele beszélni, más energiatere legyen, és én azt itthon utána tudjam használni, mert rájövök, hogy itt nem arról van szó, hogy férhez kell mennem Peruba, ugye ezt leírom, hogy ezt úgy 3 nap alatt átláttam, és beláttam, hogy na ettől emberileg minél távolabb ettől a pszichopatától. De mikor megértettem, hogy meg volt ez a megmagyarázhatatlan valami, ugye energia, hogy de ő az, és megmondta a rendőrnő is, hogy egy démon, hát akkor, és megmondta Imhotep, hogy ha, ugye mielőtt eljöttem és szólt hozzám, mielőtt először Peruba mentem, azt mondta, hogy ha fogod a kezem, idézőjelben, semmi bajod nem lesz. Hát akkor még azt úgy nem értettem, hogy ezt úgy miért mondja előre.
De tudtam, és éreztem, és amikor meg akart ez a Edward ölni, és akkor megnyílt a dimenzió, amit leírok, hogy mit láttam, mit éreztem, hogy lassult le minden, és tudtam, hogy ott van Imhotep, tehát én onnantól kezdve tudtam, és hogy micsoda összjáték van, tehát, hogy ezzel nekem valamit kezdeni kell. Tehát ez azért egyben egy nagyon súlyos felelősség is, hogyha használtok ilyen nagy szavakat, amikor rájössz, hogy de én állok itt, én látom azt, én nekem kell ezzel valamit kezdeni, tehát innentől mondjuk meg is indult egy nagyon nehéz új ági élet, amit ugye a múltkori párkapcsolati beszélgetésig mondtam, hogy majd belehaltam egy ilyen robot. Tehát amikor a felelősség odáig terjed, hogy elfelejted a saját életed, nem számít napi 8-10 óra menni, mint a kőtörők a bányába, mondani, havi nem tudom én hány előadásba ugyanazt papagájként, mert én ott voltam, mert engem odavittek, mert én megkaptam, nekem ezt csinálni kell. Tehát ez egy nagyon kemény ár is ugyanakkor, mert nekem ott nem volt szabadság, de szó szerint kell érteni, hogy nem volt szombat-vasárnap. Tehát én 10 éven keresztül, a hét mindennapján nem normális emberi életet éltem, nem adtam meg, nem volt rá igényem, tehát percig nem sajnáltatom magam. Nem volt rá igényem, hát pont erről beszéltem, amikor megkezdték, hogy ebbe hova tegyek egy pasit, ugye? Erről beszéltünk. Tehát semmi hétköznapi módon nem tudtam működni, és igazából ezt ezekben a napokban, években tanulom ismét, hogy megváltozott az életem, és elkezdtem mondjuk a 3. életemet ebben az egy inkarnációmban. Hogy na, akkor most már volt ez, volt az, ezt letettem, ezt szerintem abszolváltam, most akkor egy kicsit hátradőlhetek, mert azért én hajlamos voltam mondjuk abba a túlzásba esni, hogy titán vagyok, halhatatlan, stb. Most ez így viccesen hangzik, de tényleg. De rájöttem, hogy nem, még azért Ágika nem alakult át teljesen. Még azért van emberi teste, ami megérzi. Tehát oda kell figyelnem, meg kell adnom ennek az emberi inkarnációs buroknak is azt, amit meg kell adni. Tehát jó lenne már, hogyha energián élhetnék, de nem tudok. Amíg nem tudok úgy élni, addig ennek a testnek vannak igényei, addig kell valamiféle szünet, emberi élet. Tehát ugye itt tartok most nagyjából, hogy tényleg sokszor úgy érzem, hogy így jó is, hogy, és köszönöm, hogy ezt elmondhattam így, mert olyan sokan, akik jönnek hozzám, hát keveset engedek mondjuk a magánszférámig, tényleg akikkel nagyon dolgunk, feladatunk van, vagy veled is, amikor ugye tudtunk néha beszélgetni, de amikor ugye elkezdem beszélni, hát mondom, én ezt nem tudom mindig 5 órán keresztül minden egyes embernek elmondani, de látom, hogy szüksége van, mert merítkezik belőle, és valahol ez is a feladatom, hogy ezt elmondjam, tehát olyan jó, hogy ezt a történetet talán így most már csak be kell kapcsolnom mindentől kezdve a felvételtől, és aki akarja, megnézi, aki akarja, használ belőle, de nem kell újból is újból elmondani, mert már olyan fárasztó volt tényleg, így akik így érdeklődtek, hogy hát mégis, hogy lettél ez. Sokan járják ugye az útjukat, valaki kívül is tovább merészkedik egy kicsit, valaki nem merészkedik tovább, de azért most egy ilyen nagyobb változásban van az egész emberiség látszólag. Én tudom a könyvedből, hogy nem szereted, amikor a megmentésekről, meg egyebekről beszélünk, viszont egy idő után, amikor kezd élhetetlenné válik a környezet, a sokak által létrehozott környezet. Tönkreteszik. Igen. Akkor ugye ott azért sokkal erősebben, sokkal hangosabban kell beszélni. Ja. Sokkal jobban egyébként, nem azt mondom, hogy felértékelődnek ezek az információk, amiket te megéltél, hanem elkezdik megközelíteni, hogy valóban ezek az igazi értékek, valóban azok az igazi értékek, amikor te megmered engedni azt, hogy ugye te nem csak ennyi vagy, és ezt mondjuk, de jó, persze,
ki ide teszi, ki oda teszi, de egy idő után már nem elég ez. Egy idő után már muszáj meghallani azokat az információkat, és a te könyveidben, mivel te meg is éltél mindent, és igazából lehet, hogy neked is voltak tanításaid, mestereid voltak azelőtt, nagyon sok helyzet próbált megmutatni neked dolgokat, amit lehet, hogy nem ismertél fel, de te ugye ezeket meg is élted, úgymond lecsekkoltad, és utána azt a fajta már korrigált tanítást tudod leírni a könyvben, amit lehet, hogy ezrek, tízezrek, milliók mennek még az erdőbe eltévedve. És egy nagyon mennének. Nem baj. Én mindig azt mondom, nem baj, ha eltévedünk, csak indulj el akkor is mennek, az erdőbe. Ha nem tudják. De legalább az erdőbe, mert az erdő az azt jelenti, hát ennek nagyon nagy sokrétű a szimbolikája, tehát nagyon sokan el se indulnak az erdőbe, nem is mernek elindulni, mert az erdő azért a mai embernek nem szimbolikusan, hanem valóságosan is egyre ismeretlenebb terep. Tehát a szimbolikája az az, mikor valaki az erdőbe indul, hogy ismeretlen úton indul el, tehát legszerűen én belökném, hogy nyugodtan menjél az erdőbe, nyilván erőszakot nem követünk el senkin, tehát nem lökdösök be senkit, hanem biztatom. De hát ugye a kékvérkönyv is pont erről szól, hogy az erdő közepén találkoztam magammal. Tehát az a mesevilágban a főhősök miért az erdőn bemennek, tehát az erdőben történnek a nagy csodák. Na most ezekben a könyvekben azért azt is elég részletesen megírod, hogy azok a fajta áttörést hozó élmények, azok az újraszületések, azok igazából mégiscsak egyfajta racionalitás útján levezethető, megmagyarázható. Tehát nem úgy, mint ahogy az elme, hanem ugye írod, hogy amikor megtörténik veled egy nagyobb bepillantás, egy nagyobb átalakulás, sokszor évekig tart, amíg leesik, és ugye legyűrűzik a legalacsonyabb tudati szintekre is. Erről egy picit, hogyha mesélnél, mert ez nagyon érdekes, hogy nagyon sokakkal történnek azért események, amiket utána félreértelmeznek. Vagy ugye egyáltalán nem értelmeznek, mert nem az értelem szintjén történnek ezek a dolgok. Hogy erről egy picit, hogyha mondanál, hiszen lehet, hogy ez egyre többekkel fog megtörténni, hogy olyan élményeket élnek meg, akár egy buta spirituális tanfolyam révén, akár milyen szertartás, a többi erről is beszéltünk egy adásban, de hogy ténylegesen megvan egy élmény, amit már az ő kis elme szintjén túli tudatosságával, nem az éber tudaton, hanem valami máshol érzékel, és lehet, hogy visszajön ide, visszaesik ide a hétköznapi sűrű életbe, meghasonultként, egy tudathasadásos állapotban adott esetben, amikor azt a csodát, amit ő megélt, aki mondjuk lehet, hogy ő valójában, azt nem tudja feldolgozni a hétköznapi életében továbbiakban. Fú, itt sok minden ment a fejembe, aztán már a felét elfejtettem már. Tehát szoktam mondani, vagy mikor elkezdtük, akkor is mondtam neked, hogy na, annyira szeretnék már elmementesen élni, hogy néha nagyon jól sikerül, tehát annyira ki tudom kapcsolni, hogy tényleg csak így bele rezgek így a pillanatba. De valami olyasmi ment át rajtam, hogy, és amit ha tényleg valakinek, tehát tanácsolni nem szeretek, de ha tényleg valaki nyaggat, és hogy hát hogy értelmezzem, tehát az a legnagyobb tanácsom, hogy ne értelmezd, ugyanis amit megélünk, pontosan azért, mert érezzük, hogy hú, kirántott, valami olyan történt velünk, amit hát nem tudunk, tehát nem lenne normális értelmezni, hiszen a tudásunk a referencia mezőnkön kívül történt. Nem csak azért, mert egy még csak nem is bal agyfél, tehát felejtsük is el, tehát hogy a bal és jobb agyfélteke harmonikus működésével tudjuk ezt a dimenziót értelmezni, aztán van, aki főleg csak a ballal csinálja, tehát arról most így ne beszéljünk, és a jobb az néha bekavar neki, meg ugye a nőktől fél a sok balféltek is, hogy mert ott vannak a ilyen homályos dolgok,
Na, erről szólt a patriarchális világ, tehát elég sokan arra kondicionáltak, hogy balagyféltekével, és én mindig szoktam mondani, hogy a mézes madzagom nekem, amikor holografikusan működik a kettő, tehát azok az elragadtatott vagy szent állapotok, na, amikor azt akarja valaki megmagyarázni, abból nagyon érdekes fülese, farka dolgok történnek, tehát én igazából csak azért vagyok mérges, némely, mérges, sajnálom, aki belekeveredik valamilyen rendszereket felállító merev tanfolyamokba, mert ott mániákusan mindent meg akarnak magyarázni. Tőlem is ezt várják, hogy de miért? És akkor mondom, hogy amikor úgy kezdik, hogy miért, akkor nyilvánvalóan nem tudod rá a választ, miért akarod beszűkíteni a kis lufidba, amikor veled a lufin kívül történnek dolgok. Tehát az egyik az, hogy ha magad ellensége vagy, akkor próbáld meg megmagyarázni. Tehát egy álmot is. Tehát merjünk már létezni, élni, átélni. Ha fáj, ha boldog, tök mindegy, ha egy évig, ha 10 évig, ha egy hónapig, az emberek nem bírják ki, hogy nem értik. De mondom, aki itt tart, az miért akar bármit megérteni, ha azt se érti, hogy a tök más működésben megél dolgokat, majd örülök, én mindig azt szoktam mondani, hogy hát, ha halálom még mielőtt átlépek, előtt megértem ezt meg ezt, ha nem, akkor nem, akkor majd valamikor, ha meg kell érteni. Tehát ez az egyik, hogy most, amikor ide visszajössz, ne akard megérteni, mert az minden lesz, csak köze nem lesz ahhoz, amire majd, amire rá kéne, hogy gyere, és ha te csinálsz egy fals dobozt, akkor nyugiba így megvagy, hogy ja, ez azért történt velem, mert mit tudom én, Gizike azt mondta, hogy, vagy rám olvastak, vagy mondom, ez jó esetben 1% a millió opció közül, de lehet, hogy nem ezért történt veled. Tehát ez a kényszeresen megmagyarázom, megértem, bedobozolom, ez a bizonytalanságot nem tudják elviselni, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy miért történt, de történt. Tehát, hogy merjünk megerősödni, és a legnagyobb esély számunkra az, ha nem dobozolunk, mert ha bedobozolod, feladod, hogy valaha is megértsd. Mert abban az álhídben vagy, hogy te már ezt megfejtetted. A mostani eszeddel. De most akkor vagy ne fejlődj tovább, akkor abban a pillanatban felül kell írni. De nagyjából minél több dobozt csinál valaki, annál jobban lezárja magát, ugye? Erről beszéltünk, tehát ez a zárványsághoz vezető út egyébként. És a másik az, hogy ugye most ide, ahogy így mondtad, így képletesen láttam, tehát megéltem, visszajöttem, ne akarjam megmagyarázni, és a következő az, hogy majd amikor változom, nem tudom mennyi idő alatt, egyszer csak már nagyon kinyílt a tudatom, és visszanézünk, és akkor az akkori nem bezárványolt, hanem tágulni hagyott eszünkkel, nevezzük nyugodtan még ugyanúgy, mert nehogy, tehát erről is akarok beszélni, hogy az ész azért az nem az ellenségünk, tehát mondjuk attól függ, melyik tudatszinten, már azt mondja, hogy de hát ez logikus. Tehát érted, tehát ez az oda-vissza, ezt látom, hogy mondtad, hogy itt történt, itt akarom magyarázni, de erről engedd magad visszamenni, és akkor hirtelen már logikussá fog válni, mert az már nem az az eszed lesz, ha nem zárod le a jelen információkkal, hanem hagyod, kibírod, kivárod, változol, és akkor utólag mindig azt mondod, hogy ja, aha, most már világos, és akkor már nem kell erőlködni. Akkor már nem dobozokat gyártasz, hanem leolvasod, tehát ez egy teljesen más megállapítás, mint amikor görcsölsz, hogy de miért? Mert amikor meg fogod érteni, azt veszed észre, hogy ez a kérdés el se hangzott benned, hogy miért. Mert nem kerested, hanem egyszer csak egy pillanatban, miért jutott ez az eszembe? Történik valami? Ó, Úristen, most értem meg, ugye hányan vagyunk? Most? Aha, hát akkor ezért? Amikor már nem keresed, mert hagytad működni, akkor fogod megérteni. Valahogy így. Hogy látod az életedet, Ági? Megtörténhetette már az a nagy, van-e egyáltalán valami nagy küldetésed neked,
ahová elvezettek az egyes regények. Megtörtént rengeteg tágulás, dimenzióugrás, megtaláltad magadat, megtaláltad a semmit, megtaláltad a csendet. Tényleg fantáziával már ki nem lehetne találni azt, hogy mi következik, hogy milyen regény folytatja saját magadat, mint az időnként darabokba széthulló hősnőt, utána széthullasz, összeomlasz mindennel együtt, ez így együtt utána megszületik egy új, és mennyi van még benned szerinted? Vagy, nem vagy tudom, ez, de egy tökéletes rá, kérdések és tökéletes meglátása, ahogy elmondtad, így néztem, hogy ez mind játszódik. Most az, hogy ma én úgy látom, hogy senkinek nincs küldetése, tehát én nekem legalábbis a mesterek, akikben abszolút bízom, ők nekem ezt kemény módon megtanították. Ugye, amikor mondtam Imhotepnek, panaszkodtam, hogy már annyira unok a őskövekről beszélni, és akkor mondta, hogy nagyszerű, most már nem a saját szórakoztatásodra teszed. Tehát, de ugyanakkor azt is ezt elmondta, hogy bocsánat, ezek, amiket te csinálsz, erre igazából senkinek nincs szüksége, de szó szerint ez neked, neked kell. És akkor így ülök, mondom, hogy akkor én sokkot kaptam, amíg én ezt megértettem, hogy mondom, akkor égessem el, és azt mondtam, akkor égesd el. Tehát őket aztán, tehát ezt nekünk nagyon nehéz megérteni, hogy nincs egy ember sem a Földön, bocsánat mindenkitől, aki még nem így látja, és küldetés kényszerben van, nem tudom szebben mondani, mert vannak rengetegen, akik azt hiszik, hogyha nem csinálja ezt, meg nem csinál, akkor nem tudom, a Föld összemegy az éggel, vagy nem tudom, mi történik, de sok ilyet lehet hallani. Hát itt nyilván erős sérülésről beszélünk, aki ezzel kompenzál. Mindegy, ezt most így ezzel lezártuk. Bennem ez egyáltalán nem volt bennem, inkább az volt, amikor megértettem, hogy ez a felelősség, amit kaptam, a lehetőség, azt adjam át, ez kezdett el működni. De tény és való, hogy azért nyilván az én belső viharos, folyamatos újjászületéseimben, tükörbenézéseimmel. Nyilvánvalóan, hogy most feljött, hogy na most akkor ez egy feladat, és amikor elmagyarázták, hogy nem, ezt akkor leírta volna más, vagy ott van fönt, vagy majd akkor mindenki rákényszerül, hogy elolvassa, vagy megtörténjen, tehát ettől a Föld nem lett jobb, nem lett semmi, ettől én lettem volna halott lelkileg, valamiért nekem erre volt szükségem, hogy én átéljem ezt a szerepet, ha úgy tetszik, hogy itt van egy Golenya Ági, elhiggyem magamról, hogy ez fontos, és pontosan itt kapcsolódik az, hogy ma, 2023. augusztus 9-én én azt hiszem, amit hiszek, de nem tudom, mit fogok majd utólag az előbb elmondottak alapján megérteni abból, hogy az én kozmikus tovább átalakulásomhoz, mert nyilván nem gondolom, hogy én most így, ahogy vagyok, a totál, abszolút és azon túl lennék, nyilván nem. Tehát mit tudom én, ki vagyok még, mekkora tudat részeimmel fogok találkozni ebben az inkarnációba, a következő inkarnációba, de a mai mérleg amit hiszek magamról, az lehet, hogy nagyon meg fog dőlni, akár holnap, vagy egy év múlva, amikor így össze fog állni. Tehát én, és persze volt is egy olyan idő, amikor nekem ez egy nagyon nagy kint jelentett, amikor egyrészt ugye vannak ezek a metafizikai igazságok, vagy nem is hívjuk igazságnak, mi úgy gondoljuk, tudásunk, vagy megértési szintünk, hogy az most igaz és meddig igaz, azt nem tudom, hogy igazából előbb-utóbb mindenki megváltozik, előbb-utóbb mindenki felébred, és akkor tűltem, hogy én most akkor mire
nyitom ki a számat. Tehát, hogyha csendbe maradok, Pistike és ő is előbb-utóbb addig gurul, veri, pofozza a sors, amíg előbb-utóbb felébred, miért akarok én. Tehát nekem ez egy nagyon komoly válság volt, és volt olyan, hogy mondtam, hogy én akkor fölteszem a kezem, és akkor mit tudom én, inkább pénzt szerzek, vagy miért akarok én nyomorogni, vagy miért ne akarnék én könnyebben élni, miért kell nekem lemondani, miért kell magamat kínozni, nem akarom. És akkor mondták, hogy kozmikus szabadságodban áll. De ezt te csináltad magadnak ezt az életet, mert ahhoz, hogy te átégj, neked erre van szükséged. Ez nem recept, nem kell mindenkinek ezzé válni, teljesen más módon meg lehet. Neked, aki most Golenya Áginak leszületett tólig idő, neked úgy láttad jónak, és mi rábólintottunk, mikor inkarnálódtál, hogy neked ezekre a dolgokra van szükséged, hogy te átalakulj. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény dolog, nem tudom hányan értik ezt meg, mert ebben nagyon bele kell merengeni, mélyülni, elmélyedni ezekbe a dolgokba, mert ez nem a mindennapi logikánk szerint való, hogy ilyet mondjunk, és nem is könnyű. És ugye kérdezted, hogy még ki tudja, milyen könyv lesz, és ez a mindennapokban is természetszerűen megmutatkozik, mert megmondom őszintén, megszűnt bennem az íráskészség. És akkor itt most volt bennem egy olyan, hogy be akart kapcsolni a régi Ági, aki hihetetlen témák vannak a fejembe, hihetetlen. Na de mi történt? A kis laptopomra, ahova elkezdtem írni szerintem egy zseniális új könyvet, egyik pillanatra a másikra elsötétült, bekerült a szervízbe, és még nem volt, valamilyen nem volt máshova mentve, és múlt héten szembesültem azzal, hogy az úgy elszállt, ahogy volt. Tehát a megkezdett új könyv, az elszállt. Mindent rá szoktam menteni, ezt 10 napig nem mentettem rá semmire, csak a laptopra, ez elment, tehát ezt most így úgy olvasom, hogy ezt ne erőszakoljam magam egy újabb könyvírásba. Most nekem tényleg egy nagy levegőt kell venni, most ki fog jönni egy gyerekkönyv októberbe, ami egy nagyon tudatos könyv, ezt egy nagyon furcsa ági állapotban írtam. Még elkezdődött évekkel ezelőtt, egy holdról jött kislány, mit lát a földön, és gyerekek, tehát nagyon fontos, és nagyon cuki szerintem, de már nagyon nehéz. Tehát egyszerűen arra nehéz magam rávenni, hogy megnézzem, ellenőrizzem, szerkesztővel beszéljek, illusztrált, tehát nehéz, tehát nem, nincs vágyásom, tehát itt bejön Imhotep hangja, hogy hála Istennek most már nem a saját szórakozásodra csináld, de új könyvet, hát ez változhat, tehát holnap reggel lehet, hogy úgy ébredek fel, hogy 16 könyvet meg akarok írni egy hónap alatt, és sikerült, tehát ez nem jelent semmit, hogy most hogy érzem, de egész őszintén úgy érzem, hogy megszűnt ez a belső kényszer, nem fuldoklom egyáltalán. Igazából emögött most így bevallom őszintén, ha tetszik, ha nem, ha szimpatikus lesz, ha nem. Annyi mindent leírtam, annyi, és egy kezemen, két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan értik igazán. Tehát akár a kékvért, akár a 13 holdat, amik tényleg úgymond szakkönyvek, vagy metafizikai szakkönyvek. Tehát olyan nagy motivációm nincs, bevallom. Nem érzem úgy, hogy hiány lenne. Tehát igazából többet nem tudok írni, nincs több a fejemben. Másképp lehetne. Ez a Mágus című könyv, ez egy nagyon zseniális történet, de többet nem adna tudásilag. Másképp, és én biztos, hogy nagyon jól fogom majd érezni magam, mikor megírom,
De igazából szerintem itt eljutottam arra a pontra, hogy nekem nincs restanciám magammal szembe, én mindent megtettem, amit ha ezentúl teszek, azt már tényleg most megint Imhotep, a saját szórakoztatásomra fogom tenni, tehát lement rólam ez a lehetőséget kaptam, és felelősség. A nem létező küldetésedet teljesítetted. Ez most egy nagyon-nagyon nyugvó pontra került. Össze kell magam szedni akár arra is, hogy egy előadást tartsak, vagy beszéljek, mert már valójában ez már tényleg azért, hogyha úgy érzem, hogy szükség van rám, de ha nem, Ági el tudott hallgatni. Édeségikám, élvezned kell már csak a kincseidet, amikért nagyon-nagyon mélyre lementél, nagyon mélyre, hogy nagyon magasra kerülhessél. És egy utolsó kérdés legyen, hiszen ez a két beszélgetés most abszolút célzottan a te életedről, a te belső átalakulásaidról szólt, hogy azért, akinek ilyen élete van, azért elgondolkodik saját magán, hogy de hát ők meg el vannak egész nap, csak kapálgatnak, föl se néznek a földre, a harmadik elmegy a hivatalba, egész életében el van a hivatalba, azért a te életed ez nem erről szólt. És hányszor vágytam erre, el sem mondom. És igaz, hogy csak pillanatokra, arra, de néha. Na persze, azért, ahogy jól rátapintottál megint pont. De nézzük meg azt, hogy nyilván utána néztél valamilyen szinten, hogy honnan hozod ezt? Mi az az erő, ami téged úgymond nem egy feltétlenül egy hétköznapi, szimpla, kis emberi, kosztümös filmecskébe rakott bele, egy történettel, egy korral, egy dimenzióval, jó, legyen abból három mondjuk, tehát hogy ne egyből valami síklapra gondoljunk, vagy egy pontra, vagy bármire, ami nagyon érdekes lenne egyébként. De hogy rájöttél te erre, kaptál-e valami információt arra vonatkozóan, hogy mi az az erő, ki az az erő, mi az a frekvencia, akiként te már megszülettél, és feladatod volt ennek a kibontása, és elképesztő, hogy a végtelen minden irányába terjedő életed van. És azért tudsz-e valamit magadról mosolygok, mondani? Hogy vajon kibirizgál téged, hogy feltedd ezt a kérdést nekem most. Nem is tudod, hogy mibe kérdeztél bele, és nagyon nem könnyű erre válaszolnom, mert úgy látszik, hogy amiről beszéltünk, hogy hárítok, ez egy pontosan ez. Ha én most ezt megválaszolnám, itt most küzdök magammal ebbe a pillanatba, így élőben, mert nem tudom, mennyire lenne visszás, ha én most őszintén elmondanám. Tehát még mintha nem lennék készen, de ha valaki téged macerált, hogy kérdezd meg, akkor lehet, hogy ez csak ugye én a komfortzónámból érzem úgy, hogy még nem akarok erre válaszolni, de mivel az elmúlt időben, tehát ezt behatárolom, az elmúlt 3 hónapban többször felbukkant a gondolataim között, és hát mint a 20-as években körülbelül olyan zárványsággal, tehát azért mondom, hogy még lehet, hogy én még mindig nagyon zárvány vagyok, nem tudom, tehát ez egy nagyon kemény hozott anyag. hárítottam azt, hogy ki vagyok én. Nagyon sokszor feljöttek olyanok, tehát elég jók a képességeim. Az Anna-Mari barátnőm mondta mindig, hogy minthogyha két agyad lenne. Tehát ezt tudom iskolába is elsőbbet, nem tudom, hogy talán itt mondtam, vagy már zavar van az agyomban, hogy hol írtam, mondtam magamról, hogy ilyen kísérleteket csináltak velem az általános iskolába, mert olyan hirtelen, olyan módon olvastam, meg stb. Tehát ez nyilvánvaló volt picikoromtól, és hogy nagyon-nagyon sok mindenhez volt képességem, tehát ilyen túl tehetséges, vagy nem tudom, milyen gyereknek mondtak. Akkor, amikor Tivanakuba voltam, akkor jöttek ilyen információk, csak azért mondom, hogy jó, én ezt elmondom, aztán lehet, hogy tök visszás lesz, de akkor majd túlélem, vagy nem hallgatom meg a kommenteket, úgyse szoktam elolvasni, majd gondol, aki gondol rólam, amit gondol, de ha megkérdezted, akkor erre őszintén tudok válaszolni.
Hát amikor Tivanakuba voltam 2010-ben, hát akinek nem ismerős, most nem kezdek bele, tehát Bolívia, Peru, Titicaca tó, rengeteg könyvembe, az egész Aranyasszony útja, aztán a kutatásaim, tehát az az a ősi kultúra helye, ahol szerintem minden megfordul, amit a mai napig nem tudnak megmagyarázni, milyen kataklizma előtti kor, milyen tudatú, genetikájú emberek építették. Ugye azért arról nagyon sok videómban, könyvemből írok, hogy az emberiség többször kezdte újra, mindig változó DNS-sel, genetikával, képességekkel. Nekem voltak nagyon fura álmok és átélések. A kékvérbe írom a tiszta genetikát, tehát hogy a plejádokra van mentve mondjuk az emberiség bizonyos DNS rendszere, tehát ez az egész Sirius rendszer, azért mondom, hogy belekérdeztél, akkor most így kinyitottunk kellőképpen bele mindenbe. Tehát vannak olyan hozományaink többeknek, és előbb-utóbb gondolom mindenkinek lesz, már elér oda, hogy elkezdenek felnyílni, amik elég régről jönnek, tehát úgymondom aktivizálódni tudnak bizonyos kataklizmák előtti, kozmikus, hát a DNS nyilván nem jó szó, erről is sokat írok, erről most nem beszélek, hogy ez csak a földi biológiai megfogalmazása a kódrendszerünknek, aminek ugye kis része a biokémiai DNS-ünk. De hát ott van az a hatalmas kódkészlet, és nekem Tivanakuba, illetve Tivanakuba azért kellett elmenni, hogy ott hát a sejtnedveimet minden módon ott hagyni, hogy utána összelegyek vele majd kötve, rezegtetve, és meg tudjak érteni dolgokat, hogy én anno, nem én, valaki, aki voltam annó, akinek a kódjai azért az ági, golenyági is tudja aktiválni. Ha akarja, tudjanak rezegni. Tehát akkor mondták, hogy megkérdeztem, hogy miért én? Tehát a Földön nagyon sok ember elmehetett volna, megélhetett, vagy megérthetett volna, mert most ez tényleg, ha már itt tartunk, akkor mivel ez nem az én tudásom, nem az én okosságom, tehát ha valaki felfogja, és külföldön, akik olvasták a kékvért, tehát nincs ilyen iromány. Tehát én feltehetném azt a kérdést, hogy miért én? És Juma az Aranyasszonyban mondja, hogy képességileg sokan vannak, tehát itt nem arról van szó, hogy egyéni képességem van, de az kevés. Nagyon, tehát ahhoz kellenek a kitartás, a fegyelmezettség, az elszánás, az akarat. Tehát kellenek olyan lelki vegyületek, vagy olyan egyebek, amitől a sok egyébként képességileg alkalmas emberből valaki mégis így, mint egy szikra valamit megkap, vagy meg tud csinálni. Na most, ha valakivel ilyen történik, tehát a világ könnyen el tudja fogadni, ő nem. Mert az én képem nekem Golenya Ágihoz kötődik, a földi én képem gyerekkoromtól kezdve. És nekem nagyon nehéz ugrálni egy teljesen más világ, és egy másik, tehát felfogni, de én gyorsabb vagyok, ügyesebb vagyok, akár autóvezetésben, nagyon sokat szenvedtem, Imhotep még ott is tanított, hogy ne várj ugyanolyan képességet. És akkor megkezdtem, hogy miért? Azt mondta, hogy mert egy vagy közülünk. Mindannyian egyek vagyunk, tehát ezt most gyorsan hozzámondom, te mindenki. Kérdés, mikor vállaljuk föl, ismerjük föl, hiszen aranykori, ugye az utazás az aranykorú, mondom, hát mi van, ha őseink mi magunk voltunk, de hiszen mi magunk voltunk, hiszen arról szól, hogy a lelkek most sokan, kevesen, teljesen mindegy, hányan testben tubzódunk a földön, azok a lelkek, akiknek a föld leckét ad, és programot, és iskolát, és itt meg kell tapasztalni, voltunk aranykoriak, voltunk X kataklizmaiak, tehát mi voltunk, nem tőlünk idegen emberek, az a lélek, aki ide bekerül, erről szól a kékvér, hány életen, cikluson keresztül csiszolódik, míg elindul és ismét kozmikussá válik. Tehát amikor valaki ezt felfogja, tehát
nehéz, noha tudom, hogy ez nem egyedül vagyok, mert mindenki ugyanez a szikra, csak ő utánam született, később jött ide, ő még 10 testéletbe ezt fog csinálni, de mindenki el fog ide jutni. De egyszerre valamiért nincsenek soha tömegesen azok, akik már kifelé tartanak, vagy a helyreállás felé, ezért lehet belesodródni ilyen fals identitásokba, hogy én kiválasztott vagyok, senki nem kiválasztott, tehát én ezért ezt értettem meg, hogy senki. Csak én már az egyetemi padba ülök, ő meg most kezdi az ovit. Na de ez a normális. Én is voltam ovis mondjuk 15 élettel ezelőtt. Amikor voltak ilyen emberek, akik már mást értettek meg önmagukból, és be tudtak kapcsolni a kódokból. Tehát ez pont mostanában jött elő bennem, hogy nem jó az, hogy én ezt hárítom, tehát egyszerre vagyok ugyanolyan, mint bárki, de ne legyünk már áldemokratikusak. Tehát ugyanakkor egyáltalán nem vagyok olyan, és senki nem olyan, és bárki, aki bekapcsolódik, ha ezt nem vállaljuk föl, én emlékszem Szent Teréznél olvastam annak idején, mikor Szent Teréz akartam lenni, mindegy egy útkanyarba az életembe, ő írta, hogy hú, ez az ördögtől való, amikor kisebbíteni akarjuk magunkat. Mert hogy az ördög nem akarja, hogy nagyjá tud válni, és ugye az egyházak is neki huhogtak. Tehát ő egy nagyon érdekes személy volt, mikor tökéletesen átlátta, hogy micsoda önbecsapó csapda ez, mikor az álszerény és jó ember. Tehát én sokáig pont beleestem ebbe, hogy nem. Tehát miközben kijelentem, nincsenek kiválasztottak, de vannak olyan emberek, akik éppen ebben az inkarnációban igenis eljutottak oda, küzdelmek, nem ajándékcsomagok árán, hogy most már kapcsoljuk meg, de akkor kapcsoljuk már be. Tehát akkor nem mondjuk már azt, mert ez az út, és akkor ezt is meg kell mutatni. Tehát fogalmam sincs, hogy fogom ezt bekapcsolni, mi fog történni, azt érzem, hogy most váltóátállításban vagyok, hogy mi lesz tovább, és hogy ebbe az életembe hova jutok, nem tudom, azt kitűztem célul ezt az Elak ezekkel az életemtől könyvben is leírtam, hogy meg a kékvérbe is talán, hogy azt már felfogtam évekkel ezelőtt, hogy úgy szeretnék átlépni, nem meghalni, hogy ez a kis mágneses floppy, vagy akármi, aminek nevezzük az életkönyvünket, már ne záruljon le. Tehát azt tudom, hogy még ide vissza kell jönnöm, tehát nevetek azokon, akik felébredtek tegnap elők, spiriklettek, és mondják, hogy jaj, már én nem akarok ide visszajönni. Gondoltam, de sokszor fogsz még. Tehát tudom, hogy még nem tartok ott, hogy végleg elmehetek, hiszen nem vagyok ura a saját biológiai testemben sem, és amíg azt nem tudjuk így működtetni, meggyógyítani, addig miről beszélünk, addig innen nincs menekvés, el kell oda jutni, hogy minimum saját magam biológiáján, multidimenzionális, energetikai lényén úr legyek, tehát kontrollom legyen, és gyakorlatilag azt csináljak, amit akarok, idézőjelben, nyilván már az a tudatszintem, nem ez a ágika. Na, szóval, tehát egyrészt a paradoxonban nincsenek kiválasztottak, de igenis nem mindenki egyforma, és ezt merjük felvállalni a maga tiszta módján. Köszönöm szépen az őszintességedet. Én nagyon nagy szeretettel ajánlom a könyveidet továbbra is, mert nem fér bele, és nagyon sok évados sorozatot kéne csinálni veled, hogyha mindenről szeretnénk beszélni, ami nagyon fontos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos, tovább tud húzni. Tehát nem is azt mondom, hogy a megértés szintjén, hanem azon túlra, igenis a könyveid képesek arra, hogy tovább vigyenek, tovább tudjunk utazni, bizonyos akár elakadásokon, akár kis félelmeink, megtorpanásain, úgyhogy ki fogjuk írni, hogy hol elérhetők a könyveid. Hát nem is tudom, mit kívánjak neked még, inkább egy kis nyugalmat, egy kis
megérkezésben leledzést, egy kicsit abban időt, töltést, egy nagyon komolyabb, egy komolyabb idő, minőségi idő eltöltését. Bármit, amit szeretnél, legyen áldott a további életed, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szerintem ne bánt, hogy ennyit dolgoztál, és ennyi könyvet hoztál, nem szó ennyi, sincs, ennyi nem. Plusz gyermeket született. Ja, igen, erről nem beszéltünk, de leírtam, hogy nem is akartam. És milyen érdekes. És szerintem minden, ez már készen van, és az, hogy mikor kinek a polcáról fog leesni, igen, azt meg már úgysem mi irányítjuk. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! Thank you.